éve harmonikázom, nagyon sokat vendéglátoztam, lagziztam, harmonikával, meg billentyűvel is sok cigányzenét énekeltem, meg mindenfélét, eléggé romásak a dallamaim. Nekem nagyon fontos a cigányzene, az életem egyik része. Fontos, hogy kíváncsiak legyünk egymás kultúrájára, csomó olyan minden van bizonyos embereknek a kultúrájában, ami megfoghat és ami tök értékes is. Egyrészt nagyon jó arcok vannak itt, tehát bejöttem, nagyon jó zenekarok, nagyon jó fejek, és hogy így érdemes roma kultúrát, meg nem roma kultúrát egymással házasítani. Szépen szeretem víz a tét, csomó jó szívű, jó fej ember él a világon, és azok sem rossz fejek, csak tele vannak fájdalommal és feszültséggel, mert rengeteg kimondatlan, visszatartott dolog pulzál az emberekben. Mit visszatartunk, tehát hogy nem kell megmutatkozni, én nem ilyen vagyok, tehát én dinamikus ember vagyok, menni kell, csinálni kell, de a világ a maga sokszínűségében virágozzék, és megértsék azt, hogy az emberek, hogy ez nem egymás ellen van, hanem egymásért. Csak pozitív lehet, hogyha mondjuk például a zenészek így egy ilyenfajta összefogást próbálnak mutatni. Kell, hogy legyünk, meg kell, hogy mutassuk magunkat, ismerjenek meg, akkor egészen más a hozzáállás, másképp fogadnak el, ha ismernek. Kell, hogy az emberek együtt legyenek, együtt szórakozzanak, együtt nevessenek, együtt sírjanak, és ennek mindig van ideje és helye. Erre egyébként mindig szükség van, de most akár jobban, mint máskor. Tényleg nagyon jó volt ide bejönni, így a Dürer kertbe, így megtelt valami nagyon emberi dologgal. De minden egyes együtt kiénekelt hang az egymás felé visz.